Harmadik fejezet. Vaníliás briós. És azt ott lent látod? Súlya az oldalkocsis motorra mutatott, mert a tengerhez vezető út szélén parkolt. Nem tudom elhinni, hogy oktat ami. Vonalágyam összölte hamugró felszajtogatott köpönyegét, a velencei arcot és az albumot a Kadai Scorby freskóiról készült fényképekkel, és csak átfelülő gyökerezett lábbal. Mi a fene? Hiszen ez új Cessna motorja. Pszt, hallgattatta el Julia. Megőrültél? A lány idegesen tekintett körbe, de szerencsére senki sem volt a közelben, aki meghallhatta volna őket. Nem szabad ezzel néven szólítanod. Bocs, de azok után, hogy elolvastam az összes könyvét, eléggé felzaklat, hogy itt állok néhány lépéssel a legendás motortól. Ja, az, suttogta szinte csukott száját Julia. Valódi ócskavas. Nem is tudom, mit megmondanék, hogy egy kört ne essek ezzel az ócskavassal. Julia jelezte, hogy egyre ingerültebb lesz. Anitától már hallott róla, hogy megjelentek Ulysses Moore könyvei, amelyekben szó esik Kémakávról, a kulcsokról, az időkapukról, róla magáról és a testvéréről, és kelmetlenek találta a gondolatot, hogy idegenek pletykálkodnak az életükkel. Ennek ellenére beltörődően felsóhajtott, félrevonta Tomászót, és türelmesen elmagyarázta neki, hogy ezt a nevet nem ejtheti ki Kémakávban. Senki sem tud róla, ez titok. A velencei fiú elszégyelte magát. Oké, megígérem, hogy ügyázok. Hogyan kellett szólítanom? Julia élvezte a fiú zavarát, amikor kb. 20 perccel azelőtt jelent meg a partmenti úton, hamugró talpig érő fekete köpenyében és csőrös állatában. Egyenesen Velencéből érkezett, mégpedig az 1750-es évekből. Kissé túlzotta is maga biztos a sikerült bemutatkozása után elárulta Giuliának, hogy a könyvek alapján alacsonyabbnak képzelte. Végül pedig közölte, hogy rájött, hogyan építették az időkapukat. És úgy elhatározta, hogy egyelőre nem tesz fel túl sok kérdést. Egyszerűen magával vitte a fiút arra a helyre, ahol Nestorra kell találkoznia. Én maga is különleges tárgyat szorongatott a hón alatt, egy újra kötött könyvecskét, nem olyan fizet véleséget, mely mindössze néhány illusztrátorból állt. Jóval kevésbé volt eredelmes, mint a Thomas Sophia fotóalbum, ez azonban semmit sem volt le az értékéből. Szó is úgy, hogy mindenki más kimakabban, Nestornak. És újra elhalkította a hangját, úgy folytatta. És nyugodtan tegezd, máskülönben nagyon öregnek érzi magát. A másik nevét pedig felejtsd el, Ulysses Moore meghalt, eltemették. Tomi zavartalan nézett rá. De akkor mégis miért? Julia elnevette magát. Mit miért? Miért szerepel Ulysses Moore aláírása a kimonkáról szóló könyveken? Arról fogalmam sincs. De nem hiszem, hogy ezt most kellene megbeszélnünk. Rendben, csak Tomi a strand mentén végigfutó útra utat figyelte, ami egészen kikötőig vezetett, s még azon is túl. Úgy tűnt nem tudja eldönteni, hogy tovább menjene. Nagyon hihetetlen ez az egész. Elolvastam, sőt fölfaltam a könyveit, de álmomban se jutott eszembe, hogy egyszer a valóságban is találkozni fogok vele. Mindig úgy gondoltam rá, mint egy regény szereplőre, nem pedig mint egy húsvér emberre. Aki ráadásul egy leszakadt oldalkocsis motoron száguldozik, tette hozzá Julia. Aki egy legendás leszakadt oldalkocsis motoron száguldozik, ismétette Tomászóra nézett Trambi, kis sérültetett mosolyt kísérletében. Nestor ő Tomászó. A világó kerti szerelséges pillantást vetett a fiúra. Nem értette, hogy miért mutatják be neki. Ebben a pillanatban tért vissza a világító torongból, ahol csak és sikerrel próbált kapcsolatba lépni Leonardinek szóval. A toronyűre és felsége Kalipszó valamelyik távoli tengeren hajóztak éppen. Nestor csupán remélni tudta, hogy nem a kapuépítők nyomait kutatják. Anita barátja, tette hozzá Julia, miután észlelte az öreg zavarát. Ulysses Moore ellenséges tekintete ettől még ellenségesebbé vált. Szokállal reszketni kezdett. Épp most érkezett Velencéből, fejezte be Julia. Abból a Velencéből. Pontosan melyik Velencéről beszélsz? Fölmert rá a vértengeri medve. Kicsivel zöldöttem ki a tükrök házából, uram, hadarta Tomi egy lélegzetre. Nagyon örülök, hogy végül is nem bontották le. Nestor lassú mozdulattal a térdőre engedte bukós isakját. Egy széfúval alatt összeborzolt a fehér haját, és belekapott ápolatlan szagállába. Nem szólt, egy szót sem. Hallgatott és a tengert nézte. A kapu nyitva volt, folytatta Tomi. Én egyébként Velencében élek, úgy értem a mai Velencében. Nem 1751-ben, mint az ön felesége, uram. Akarom mondani, mint Moore úr felesége. Ekkor Julia megérintette a fiú karját. Talán jobb lenne, ha én beszélnék. Nem, Julia, hagyd csak, hadd folytassa. Nestor dühösen rátámaszkodott a motor kormányára, és Tomászó felé fordulva hozzátette. Ha jól értettem tehát, te a mai Velencében élsz, akkor hogy a fenébe kerültél ide? Először is megtaláltam a barátok szerelmes sikátorát, ahol a Peter Dedalus féle időkapu található. Az igazat megvalva azt hittem, hogy az a sikátor nem létezik, csak a fantázia szüleménye. Végül aztán mégis elakadtam. Gondolom csak azért sikerülhetett, mert az ön barátjának Peternek a gondoláját használtam. Azt, amelyikről a Maskarák szigete című könyvben is szó van, tudja? Ott forgalmazott az Arzenál környékén. Majmok kikísértek el oda,
Amikor végre sikerült megszöknem egy útogatótól, aki ára volt. Nestor idegesen ütögetni kezdte a sisakot, mintha darabokkal akarná szedni. Majd körülnézett. Pontosan ebben a pillanatban megérzezte a frissen sült briós ellátatlan illatát, mely a csebber cukrászda felől hozott a szél. Ez felért egy aranykeretes meghívóval. Menjünk, együnk egy kis édességet, mit szóltok? Javasolta Nestor, és lekászálódott a motornyergéből. A csebber pontosan olyan volt, amilyennek Tomi mindig is elképzelte. Több mint 100 éve változatlan. A termeibe betérő vendégek ma is ugyanannál a pultnál áldogálhatnak, mint évszázadokkal korábbi elődeik. A pulton pedig minden nap ott tanyosodnak a színes cukormázzal borított sütemények, a finoman illatozó olasz friósok, a tejszínhabrózsákkal díszített francia sántiig. A falak, melyek maguk is átíthatódtak az összetéveszthetetlen csokoládé és vanília illattal, szeles délutánokról, hullámverésről, esős telekről mesélnek, úgy, ahogyan csak az láthatja, aki bent üldögi a falak között, és egy jó teát szürcsölget. Nestor üdvözölte a cukrászda tulajdonosnője. Vagy mint, már jó ideje nem láttam erre felé. A villargó kertésze oda sántikált a süteményes pulthoz, és felhúzta a vállát. Öregszem. Minden rendben a villában? Nem pászkodhatom. Ismeri Giuliát, igaz? Giulia elmosodott. Hát persze. Hogy van a fivéred? Őt sem láttam már egy ideje, érdeklődött tovább a cukrásznő. Majd felidézték, hogyan szokott Jason támadást indítani a krémes sütemények hófehér hadsereg ellen, és nevetve nézték, hogy Tomászó is ugyanígy tesz. Három óriási süteményt választott, és már is kis hián végzett az egyikkel. Bocsánat, mocsolt a két harapás között, tegnap délben ettem utoljára. Egy félre eső asztalka mellett foglaltak helyet, néhány lépésnyire attól a kockás függönytől, ami a cukrászdát a szomszédos helyiségektől elválasztotta. Nestor felmelte a függönyt, és ellenőrizte, hogy nincs-e valaki a túloldalon, majd visszaengedte. Jó, biztosan menné, nem igaz? Morogta, majd Tomihoz fordult. Szóval, hányan jönnek még? A fiú meglepetésében abba hagyta a második sütemény majszolását, és felemelte a fejét. Ugyan? Először Anita, most pedig te. Hány velencei gyerek jön még kőmakába? Azt hiszem, senki más során felte Tomi kicsit fezérzetten. Próbálj meggyőzni erről. A fiú megvárta, hogy kihozzák a teát, majd gyorsan elmesélte a történetnek azt a részét, amit sem Giulia, sem Nestor nem ismertek. Beszámolt a gyújtogatóról, aki a Cadiz korbjában várt rá, az arzenálbeli kihallgatásról, a majmok érkezéséről, a menekülésről Peter Dedalus zónuláján, és arról a ragyogó ötletéről, hogy mindenképpen időjön. Biztos voltam benne, hogy a kaput már hágyáltal létezik, nyitva találom. És miért? Mert a könyv végén az áll, hogy Alva Erofred kinyitotta, amikor nyaralni indult. Reménykedtem benne, hogy még nem zár vissza. Julia meglepetten nézett Nestorra. Red? Hogyan kerül Alva Erofred ebbe a történetbe? Kérdezte a kertész. De hiszen Frednél van az első kulcs, feleltetem a szó. Nem is tudtátok? Tomász volt megzavarta a többiek hallgatása, és az arcukra kiült döbbenet, a boldog nézett körül. Tehát végül is igaz, pontosan úgy van, mint a könyvben. Te olvastál az első kulcsról a könyveimben? Igen, a legvégén. És meg kell, hogy mondjam, Nestor úr. Kérlek, tegezkül, mert túl öregnek érzem magam. Julia néven elhúzta a száját, mintha azt akarná mondani. Nem mondtam előre, nem igaz? Ahogy akarja, vagyis ahogy akarod. Arról beszéltem, hogy a könyv befejezése az igazat megolva a csalódást okozott nekem. Úgy tűnt, mintha valaki csak úgy odabigyeztette volna, mintha nem is tudom, szóval mintha nem is lenne igaz. Mint ahogy nem is igaz. Tomász úgy érezte, hogy kiszaradt a torka, és elhajtott egy fénycsészetre át. Vagyis nem igaz, hogy Frednél van az első kulcs? Nem hát. A naplóimban egy szót sem írtam erről, már pedig azért, mert miután Rick édesapja kihalászta a kulcsot a tengerből, nyoma veszett. Egy dolog azonban biztos, a kulcs nincs a vajáró Frednél. Tomi nagy szemeket mereztett. Biztos vagy benne? Olyan biztos, mint az, hogy most itt vagyok, és ahogy 20 éven át írtam a naplóimat titkos írással, abban a reményben, hogy egyszer majd a hasznomra lesznek. Némán meredtek egymásra, és közben mindannyian elmerültek a gondolataikban. Végül Nestornak támadt egy ötlete, valami, ami már jó ideje rágódott. A barátnő Anita mondta, hogy van egy bizonyos fordító, aki a naplóim alapján kiadta a könyveket. Így van. Nem hiszel a nevére? Hát az igazat megvallva több fordító is van, ismerte le Tomi. A könyv különböző nyelvű kiadásait más és más fordítók készítette. Utána néztem az interneten, de ha arra vagy kíváncsi, aki Olaszországban találkoztunk, azt hittem, hogy ti ismeritek egymást. Micsoda ostobaság, és ezt miből gondoltad? Hát azt mondta, hogy itt járt Kémakában, és el is mondtam Anitának, hogy hogyan lehet ide jutni. Ostobaság, ha itt járt volna, arról tudnánk. De akkor mégis mi állt az igazság? Vagy a te fordító baráttól találtak ki az egészet, beleérte a befejezést is, vagy pedig Nestor lehajtotta a fejét, és könnyedén vakargatni kezdte a szakállát. Vagy pedig egyetlen ember van, aki képes elmondani, hogy mi történt, és miért.
Illetve kettő, Leonardo és Calypso. Egyetlen végtelennek tűnő pillanatig sem nem hallottak ást, mint a kis kanak csöremését a társcsészékben. Fred minden esetre nincs a faluban, törte meg a csendet Julia. Tomi nyert egyet, Nestor pedig felhúzta az egyik szemöldökét. A bátyja azt mondja, hogy nem tud róla semmit, folytatta a lány. De ha igaz, hogy Frednél van az első kulcs és elment Ferencébe, egy nagy rakás hazugság vágott vissza Nestor. Majd lehalkította a hangját, mert észrevette, hogy a cukrászda tulajdonosnője feléjük tekinget. Fred puszta véletlenségből keveredett bele ebbe a történetbe. De csupán annyit akart, hogy valaki öntözgesse az üvegháza által alakított hálomáson található növényeket. Semmi többet. Fred semmire nem tud semmit, vagy még annál is kevesebbet. Amiközben beszélt, Nestor gondolatban újra és újra beleütközött Leonardo és Calypso nevébe. Ők voltak azok, akik a napló tartalmazó bőrödöt magukkal vitték. Ők találkoztak a fordítóval vagy fordítókkal. Vajon mit meséltek neki, és miért tették? De bármennyire is igyekezett, nem találta meg a kiegítő magyarázatot. Azt gyakorlatilag elképzelhetetlenek találta, hogy azok, akik társai voltak a kalandokban, akikkel együtt annyi veszélyen részletettem be a nagy nyár kezdete óta, amikor megismerkedtek, szóval, hogy ők összeesküdést szültek volna a háta mögött. És van itt tényleg egy furcsaság, szóval meg váratlanul suttog a Julia. Igen, jártam a könyvesboltban. Előbb szólnál, kérdezte viadalán Tomászó. Más könyvesbolt nincs a faluban. Felteszel azon Julia. A könyvesboltban ott találtam Cindy-t, aki odaadta nekem Calypso házának kulcsait. A bolt hátsó helyiségében voltak felakasztva sok más kulcsra együtt. Á, hát persze, szakította félbe Tomi. Tudjátok, a kopogás az időkapun. Mit beszélsz, miféle kopogás? A kopogás Calypso időkapuján, ismételte Tomi. Az egyik könyvben benne van, hogy amikor Leonardo a tengeren volt, valaki vagy valami kopogtatott az időkapun, hogy figyelmeztesse Calypsót. Ki volt az? Nem tudom, a naplóban nem derül ki. De egy erősödő ütések sorozatáról van szó. Dum dum dum. És akkor Calypsónak eszébe jutott Leonard, és elindult, hogy kimentse őt a tengerből. És arra gondoltam, hogy esetleg a bálna kopogott. Nestor egyre idegesebb lett. Ideges és bizonytalan. És újfajta kifejezés jött az arcára. Olyan különös kifejezés, hogy Julia egészen összezavarodott. Hozzászokott a kertész mukorra a cinizmusához, aki nem mondott gondolatokhoz, a kissé szimpatikus viselkedéséhez, ahogy a napránként csepegtetve adott az információkat. Sosem szerette ezeket a dolgait, de mégis sok volt, mint ilyen bizonytalannak látni az öreget. Szóval én most nem a könyvesboltban található kapuról akartam beszélni. Azt szerettem volna elmesélni, hogy a fent jártam Calypso édesanyjánál, és megtaláltam a füzetet, fejezte be végül. A füzetet? Hol? Kérdezte Nestor, szinte ordít a meglepetésében. Akkor mód egyik fiókában, Calypso édesanyjánál. Motyogta a lány, és érezte, hogy most is libabőrös lesz, ha csak eszébe jut a lálózóba, és benne az idős hölgy, aki összekevertőt valakivel, és kérte, hogy meséljen neki. Feltételezem, hogy ez lesz az, ami eltűnt a könyvtáradból, mondta, és átnyújtotta a füzetet Nestornak, aki rögtön ráismert. Tehát hogyan kerülhetett oda? Kérdezte a kertész, miközben hirtelenkedve forgatta kezében a füzetet. Majd hirtelen felpattant az asztalka mellől. Rá kell jönnöm, és azonnal használnom kell. Hová menjünk? Haza, felelte Nestor. Haladéktalanul használnunk kell a füzetet, hogy a kapcsolatot tudjunk lépni a többiekkel is. Julia fülemet tartott volna a szóalbumát. És azért is haza kell mennünk, mert Tomászó azt mondta, hogy van néhány dolog, amit meg akar mutatni nekünk. Nestor bólintott. Megyek és fizetek. Én még beugrom egy percre mosdóba, mondta Tomi. 1751 óta nem jártam ott, és már sürgős. Behajtotta a kockás függönyt a hátuk mögött, és végigment a keskeny folyosón. Gyors léptekkel elérte a kicsi mosdó helyiséget. Hirtelen izgatott hangot ütötték meg a fülét, kintről hallatszottak. Valaki ezt is mintegette. Menj, menj, menj! A mosdó kis ablaka nyitva volt.